A Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház 2009. októberében a budapesti Thália Színházban mutatta be Molière a Mizantróp című darabját Bocsárdi László rendezésében. Az előadás azóta díjat díjra halmozott, többek között a Kisvárdai Színház Fesztiválon vagy az Aradi Interetnikai Fesztiválon. Az előadás expresszionista jegyeket hordoz magán. A minimalista díszlet és a zene hiánya mindazt a célt szolgálják, hogy a szövegen legyen a hangsúly, hogy az előbb említett kételem ne akadályozza a mondani valót. Egy erősen verbalizált és fizikális előadást teremtett meg Bocsárdi László, melynek mondani valója elkeserítő. A mi pillanatnyi lelkiállapotunk, indulatainkhoz nagyon talál ez a szöveg. Tehát egy olyan fulmináns szöveg, amire most úgy érzem, hogy nagy szükségünk van ahhoz, hogy ne kapjunk időnap előtt infarktust. Hiszen olyan veszély fenyegeti szerintem nem csak a színházat, hanem a kultúrát ebben a pillanatban, amely ellen muszáj tiltakozni. És ez a szöveg olyan, mint egy hiszterikus szaxofon szóló, és teljesen azonosulni tudunk a szövegnek az összefüggéseivel is, de főleg az indulatával. Hogy utálom ezeket a benfenteseket, a protekció viszonteladóit, a mindig kitárt karokat, Hogy utálom őket, az üres szavakkal lekötelezőket? Rendes ember nem kívánja meg az üzletszerűen osztott dicséretet. A legjobb társaság sem érdekel, ha szóba kell állnom mindenkivel. Az értékelés szerintem az érdemen alapszik, s ki mindenkit dicsér, nem tud az becsülni senkit. És mivel te is korunk bűnének fogja vagy, nem lehetsz a barátom. Nekem nem kell az, ki mindenkinek tetszeni akar, érdeket érdemmel összezavar. Én azt akarom, hogy külön helyem legyen. Mindenki barátja, nem barátom nekem. Igen, az egyszerűségre törekedtem pont amiatt, mert úgy érzem, hogy a szöveg olyan erős, hogyha az ember jól irányítja, és nem pazarolja el nagyon sok irány fele az energiáit, akkor ez a szöveg képes a falat kifúrni. Tehát képes áthatolni, és most úgy érzem, arra van szükség, hogy nagyon precízen, pontosan a szükségszerűség érzetét felkeltve fogalmazzunk. Akár akkor tükröt mutassunk? Ez egy homorú tükör, egy pontban fókuszol, hogy annál átütőbb legyen, és ilyen a struktúrája a szövegnek is szerintem. Tehát arra törekedtem, hogy minél inkább kiiktassam a zavaró körülményeket, és ráfeszítsem a figyelmet arra, ami a szereplők belsejében van, és ami a szövegen keresztül hihetetlenül erős építményt hoz létre. Épp egy fogadásról jövök, ahol mindenki Kleonton röhögött. Hát soha nem akad már egy jó barát, aki megsugná neki, hogy lejáratja magát. Így van. Ahogy belép Kleont, mindenki nevet. Olyan nagy képe van, nagyon már nem is lehet. És ha egy kis ideig távol marad, utána még kibírhatatlan. A probléma az nem egy mellébeszélés, és nem egy kitalált szituáció, hanem nagyon is annak a világnak a leképzése, amelyben az értékek veszélyben vannak, ahol minden a kapcsolatokon, összefüggéseken, bonyolultabb háttér összefüggéseken alapul, és az őszintesség és az élni vágyás nagyon nagy veszélybe kerül. És nyilván ez abban nyilvánul meg, hogy a kultúrát nagyon pontosan, nem tudom mennyire tudatosan, de minden esetre nagyon határozott lépésekkel megpróbálják semlegesíteni, megszelídíteni, kiszolgáltatni valamilyen közízlésnek nevezett akárminek, meghatározni lassan azt, hogy milyen irányba kelljen mennie, annak ellenére, hogy a színházi törvény kifogalmazza azt, hogy a kulturális intézmények autonómiája szent,
ami a műsorpolitikát és a műsorválasztást illeti, de úgy érzem, hogy ezen is átlépés történik egy ideje. Olyan új törvények jelentek meg, vagy olyan részek jelentek meg az új törvényekben, ezáltal gyakorlatilag azt a réteget, amelyik arra hivatott, hogy a szabadság, az emberi szabadság megéléséből következően a világról egy nagyon konkrét és őszinte képet tudjon felmutatni, ezt a réteget megsemmisítik, mert arra kényszerítik, hogy olyan módon váljon profivá, hogy a fogyasztói világnak részévé váljon. És ez úgy érzem, hogy ekkora veszélyben nem volt a kultúra, mint most. Tehát úgy érzem, a Ceausescu idejében sem volt akkor a veszélyben, mert ott az ideológia az kivéthető volt, megfogalmazható volt, a mai világban megfoghatatlan. Megfoghatatlan, hogy ez hogyan történik, hiszen nagyon széles az a front, amin támad ez a fajta tendencia. A kultúra és a színház ezen belül egy olyan publikus, küzdő, szellemi küzdőtér kell legyen, amelynek segítségével könnyebben alkalmazkodni tudunk a kor kihívásainak. Ehhez viszont nagyon nagy bátorságra van szükség, és arra a vágyra, hogy a hibákat felismerve azokon javítsunk. És ezek a hibák, ezek most nem a társadalom megszervezésével vannak összefüggésben, hanem a szellemi élet sérüléseivel kapcsolatos okokról beszélek, és a szellemi életünk, ha ebbe az irányba halad tovább, akkor elképesztő, hogy mi lesz ebből 10-20 év múlva. Az a barát, aki tanácsot ad abban, ami nekünk a legfontosabb, és számukra fontosabb mi lehet, mint jó hírünk és a női becsület. Egy véleményt, mely becsületedbe vág. Tudatok veled, mint igaz barát, egy beszélgetés során a minap a legjobb társaságban. Szóba került a neved, és kapott mindent. Csak nem dicséretet, már botrányos életviteled, és azt, hogy a hír is szájára vett, e kör szigorúan ítéli, meg túl szigorúan be kell vallanom. Éles szavukat rossz volt hallanom, képzelheted. Én, ahogy tőlem tellett, védtelek, mondtam, jó szándékodhoz kétség se fér, és kedeskedem az erkölcseidért, de... Hiába minden jó akarat, nem lehet védeni bizonyos dolgokat. Véleményük előtt meg kellett, hogy hajoljak. Valóban rossz hírbe hozod magadat. Viselkedésed a pletykának tápot ad. Amire persze mit sem adok én. De annál inkább a közvélemény. A látszat számít és a szóbeszéd. Csak tisztességesen élni ma nem elég. Honnan gyűl fel ez az energia az előadásban, és főleg a színészekben mire építenek, vagy hát rendezőileg mi volt? Szerintem ezek az emberek nagyon jó színészek először is, és először is ide tartozik az is, hogy attól is jó színészek, hogy hihetetlenül nyitva tartják a szemüket, és látják, hogy mi van ebben az életben, szembesülnek ezzel a dologgal, tehát feltöltődnek ezzel a feszültséggel, amiről én most beszélek, hiszen minden épkézláb gondolkodású ember, akinek egy minimális kulturális alapszintje van, az észreveszi azt, hogy hűítve van. Észreveszi azt, hogy egy manipulációnak a tárgya. Alceste tovább tud lépni? Alceste nem lehet azonosulni, mert Alceste egy Molière-i figura, és a Molière-i figurák egyik sem olyanok, amelyikkel a szerző azonosulna. Molière hihetetlen öniróniával rajzolja meg Alcestet, vagyis önmagát, és emiatt tulajdonképpen felmutatja Alcestnek azokat a jellemvonásait, amelyek miatt egyszerűen elviselhetetlen is egyben. De amiket mond időnként, azokkal nyilván lehet azonosulni, csak mégis
az történik, hogy a viselkedése és bizonyos tettei nevetségessé teszik, és tulajdonképpen megszüntetik azt a veszélyt, hogy romantikus hőssé alakuljon át. Ő igazi Molière figura, tehát kacagni kell rajta. Az Alcest magányra való vágyának a groteszk kifejeződése, ez a vízesés, amit a képernyőn néz, mert nem is egy élő vízesést néz, hanem egy képernyőre kivetített vízesést, tehát tulajdonképpen van egy önmagát hitegető ember, aki azt gondolja, hogy van kiút máshol, mint a társadalomban a többiek között. Nincs kiút, csak a többiek között lehet tovább lépni, emiatt szükséges felemelni a hangot abban az esetben, hogyha az ember azt látja, hogy őrültségek történnek, és emiatt tulajdonképpen, ha akarom, az az üzenet, hogy nem lehet kilépni ebből a világból, itt kell maradni, még akkor is, hogyha ennek mindent ellentmond. Hát a Hamlet fő monológia is erről szól, hogy csak azért vállaljuk ezt a túl hosszú életet, és csak azért nem leszünk öngyilkosok, mert különben ki a fene tudna elviselni ezt a disznosságot, ami velünk történik ebben az életben. Csak azért tesszük és éljük ezt az életet, mert félünk attól, hogy ha meghalunk, milyen álmaink lesznek. Hát, ha olyan borzasztó, vagy olyan borzasztó álmok várnak ránk, amikhez képest ez az élet mégiscsak elviselhető. Tehát gyakorlatilag a nagy művek mindenről szólnak. Az ember, ha nagyon őszintén önmagába száll, akkor rájön arra, hogy az, ami történik a társadalom ürügyén, a társadalmi szerveződés ürügyén, az esetek legnagyobb részében megsemmisíti az emberi szabadság alapvető szintjét. És a mai társadalom attól borzalmasan kétségbeejtő, hogy ezt olyan módon csinálja, hogy nem tetten érhető. Tehát olyan, mint a marihuana, ami olyan lassan hat, és olyan szubtilisan, hogy mire észreveszi az illető, már nem tud ebből kimászni. Nem veszi észre, hogy módosult a tudata. Tehát itt egy hihetetlenül veszélyes tudatmódosítás folyik, azáltal, hogy amit a kultúra helyett kínálnak és nyomatnak, az látszólag szimpatikus.